Sziasztok kedves nézők, én Kollinger Szabolcs vagyok, ez a Kollinger Élete csatorna, benne a Nyomitekkel. Nemrégiben megkeresett a Huawei, hogy mi lenne, hogyha az ő termékeiket használnám, mivel mostanában eléggé sportosabb életet élek. Először kaptam tőlük egy órát, most megkaptam tőlük egy, hát sportolóknak leginkább hasznos fülhallgatót. A doboz tartalma, mint ahogy látjátok, egy kábel, maga a tojás, ami szerintem elég letisztult és könnyed, nagyon könnyű, azt hiszem 3,5 deka, vagy valahogy így. Picike, és nekem így kicsit nehezen kezelhető, de ez nyilván emiatt van. A fülhallgatópár, és kaptunk két tartalék gumiharangot, nyilván két különböző méretűt, amit gyakorlatilag tetszés szerint tudsz használni, hogyha nagyobb kell, akkor nagyobbat fogod, ha kisebb, akkor kisebbet. Nyilván ezek mellé még hozzá tartozik a garanciajegy, illetve a biztonsági útmutató, meg hát a sima útmutató. Magát a terméket már most előrendelheted, viszont valószínűleg csak 18-ától, április 18-ától, azaz vasárnaptól fogod készhez kapni. Háromféle színben pompázik, fehér, karbonfekete, illetve piros. Újjaddal könnyen kinyitod, illetve könnyen zárod, viszont azt ne felejtsd el, hogy ha rázod, akkor nem fog kinyílni. Maga a belső mágnes az olyan szinten erős, hogyha feje lefele hordanád a tojást, se esnének ki belőle a bogyók. A fülhallgatók megjelenése letisztult, illetve kicsit olyan modern és ergonomikus. Nyilván azért, hogy könnyedén be tud helyezni a füledbe, illetve ne essen ki a kezedből, mert azért az nem egy utolsó szempont. Első csatlakoztatáskor a készülék oldalán lévő kicsi gombot kell 2 másodpercig nyomni, nyilván ez a párosító funkció, ez elengedhetetlen. Onnantól kezdve gyakorlatilag bármikor kinyithatod, becsukhatod, a telefon fogja érzékelni. Ha kinyitod, akkor aktív, ha becsukod, akkor nyilván ki van kapcsolva. Háromfajta gumiharangjának köszönhetően bárki tudja használni ezt az eszközt. Van egy közepes, egy nagy és egy kicsi, én a legkisebbet tudom használni, mert az én fülem ilyen. Nem esik ki a füledből, nagyon stabil, sportolhatsz benne. A készülék végjegye a hosszú üzemidő, illetve a zajszűrés. 10 órán át tudod zenelejátszásra használni, hogyha nem kapcsolod be a zajszűrést. Zajszűréssel együtt 7,5 óra, ami szerintem ugyanúgy rettentően sok. Én megörülnék 7,5 óra zene hallgatással. Ha netalántán lemerítenéd magát a készüléket, csak pakold bele a kis bogyókat, és plusz 22 órát fogod tudni használni, rettentően sok. 10 perc, azaz 10 perc töltése 4 órányi zenehallgatást tudsz belepakolni ebbe a kettő kis bogyóba. Ami szerintem fantasztikus, belegondolsz, elindulsz A-ból B-be, és gyakorlatilag bármit végighallgathatsz. 10 perc töltése. Zajszűrés akkor kell, hogyha meg akarod a körülötted lévő embereknek a hangoskodását szüntetni. Maga a zajszűrés funkció nem rossz. Én még mindig éreztem benne egy kis olyan lehetne jobb, de viszont nagyon jó, bizonyos esetekben nagyon jól kiszűri a zajokat. Olykor a magasabb kopácsolós hangok azok így mindig megvannak, viszont a beszéd az olyan kellemesen halk. Nem azt mondom, hogy teljesen eltűnik, de kevésbé hallott. A zajszűrés mellett 2 funkció van, illetve hát az egyik nyilván a normál működtetése, a másik pedig ugye a külvilágnak a zaját felerősítő funkció, ami talán arra lehet jó, hogy ha elmész mondjuk barangolni valamilyen erdős, csöndesebb helyre, akkor a kisebb ilyen madárcsicsergést, meg az ilyen egyéb kis szöszmötölést a földön jobban tudod hallgatni, egyfajta zene állapotba is kerülhet. 10 mm-es egységek szólaltatják meg a fülhallgatókat. Darabonként 55 milliamperes akkumulátorral vannak felszerelve, amik gyakorlatilag a 10 órás működtetést tudják neked biztosítani. Ha nagyon szeretsz beszélgetni, akkor 6,5 órán keresztül használhatod a készüléket, nyilván zajszűrés nélkül.
Zajszűréssel pedig 5 és fél óra, én úgy gondolom, hogy az életben nem fogsz ennyit beszélgetni, főleg fülhallgatóval, de ezt is megteheted, mert miért ne? Kettős rés elrendezésű mikrofonnal rendelkezik, ami kizárja, illetve megpróbálja kizárni a külső zajt, hogyha beszélgetsz valakivel. Telefonhíváskor ugyanúgy megkapod az értesítést, megérinted a fülbogyót, és felveszed automatikusan. Visszatérve a zene hallgatásra, nekem olykor egy picit, mintha több lett volna a magas benne. A basszus nagyon jól kezeli, berobban az agyadba, én nagyon szeretem az olyan fejhallgatókat, illetve fülhallgatókat. Olyan dallamokat is meghallasz magával a készülékkel, amiket egyszerű fülhallgatókkal amúgy nem. Részletgazdag és tömény. Szóval nekem nagyon tetszik. Sportoláshoz elengedhetetlen, mert gyakorlatilag elszáll az idő a használatakor, és a zene az, mint tudjuk, megnöveli az embernek a teljesítményét. A kapcsolatot 5.2-es Bluetooth biztosítja számotokra. Még pár funkciót szeretnék elmesélni, amiről nem beszéltem. Az egyik a viselés érzékenység, ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy amikor beteszed a füledbe, automatikusan elkezdi a lejátszást, ha kiveszed, akkor abban marad. Ezt a funkciót csak a Huawei készülék tulajdonosok tudhatják magukénak. Maga a vezérlés érintéssel működik. Itt volt nekem egy kis hiányérzetem, mert kétfajta mód van, az egyik a dupla koppintás, a másik pedig a hosszannyomás. Én örültem volna egy három koppintásnak is, mert én tehetetlen vagyok, és szeretem, hogyha többféle dolgot tudok bele szuszakolni az adott készülékbe. Be tudod állítani külön bal jobb bogyóra azt, hogy mit csináljon dupla érintéssel, lehet előreléptetni, hátraléptetni, megállítani a zenét, elindítani a zenét, illetve ha hosszan nyomod, akkor az aktív zajszűrés modulációkat tudod változtatgatni. Nem beszéltem még a merülés jelzéséről, a tojás narancssárgán világít, hogyha töltöd, zölden, hogyha kapcsolat van, pirosan, hogyha le van merülve. Maga a fülhallgató az, ugye, hogyha lemerül, akkor beteszed a kis tojáskába, és biztosítja neked a további időt, hogyha fel van töltve, nyilván. Azért van még becsomagolva nálam ez a kábel, mert nem használom a saját telefontöltőmmel. Töltöm, hogyha neked is van Type-C-s kábeled, akkor azt rádugod, viszont látásra meg van oldva. Nagyon jó lesz tartaléknak. Páron kérdezte, hogy alváshoz lehet-e használni ezt az eszközt, mert hogy ugye az zajszűrés. Hát én nem ajánlom senkinek, azért egy eléggé magas dologról beszélünk, és könnyedén benyomhatod a füledbe, azért ne tegyünk kárt a halójáratokban, hogyha lehet. Esetenként talán, ha repülsz valahova, akkor, de nem tudom, hogy ezt a fajta zúgást, meg a lét, nem tudom. Ezt mivel nem vagyok fönn a repülő, nem tudom megmondani pontosan. Hát, aki vesz magának ilyet, és vége a pandémiának, az üljön föl, menjen el ilyet, ezt már mondja el nekem, hogy mi van. Összegezzünk. Magát a készüléket én bátran tudom ajánlani bárkinek, hiszen ilyen áron, ilyen funkciókkal, ilyen jó hangzással nem igazán fogsz tudni magadnak venni fülhallgatót. Nem mellesleg gyönyörű kivitelezés, kényelmes, és szerintem hasznos is, főleg, hogyha sportolsz. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, illetve kommentben jelezd nekem, hogy te mennyire használsz ilyen kütyüket, milyen kütyüket használsz, milyen gyakran, és szerinted mennyire hasznosak ezek a hétköznapokban, illetve a kevésbé hétköznapi dolgokban, akár munka folyamán, edzés folyamán, stb. Ha kérdésed van, nyugodtan tedd föl, mert szívesen válaszolok egyéb dolgokra is. Nekem nagyon tetszik, és tényleg hát örülök neki, és örülök, hogy a Huawei megkeresett ezzel a termékkel. Bátran vegyétek meg. Most ezt nem azért mondom, mert a Huawei, hanem azért mondom, mert kipróbáltam és működik. Egyetlen egy negatív dolgot tudnék mondani nekem egyébként. A dobozka kényelmetlen, de ez maradjon az én problémám. Csapasd a lájkot,
kommentbe kérdezzé, reagálja. Szép napot! Ciao!